Március 15-ére emlékezünk, a megyei központi ünnepséget Kemecsén tartották, ahol a Kegyeleti Parkban helyezték el az emlékezés koszorúit. Berek Surányban járt New York állam volt kormányzója, George Pataki küldetésének érzi, hogy segítsen az Ukrajnából a háború elől menekülőkön. Indul a kerékpáros szezon, a biztonságos közlekedéshez fontos időben megfelelően előkészíteni a két kerekűt. Köszöntöm Önöket 2022. március 15-én nemzeti ünnepünkön. 174 évvel ezelőtt, 1848. március 15-én tört ki a forradalom Pesten. A magyar történelem egyik legjelentősebb eseményének számos Szabolcs-Szatmár Bereg megyei hőse volt. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A megye jelentős mértékben kivette a részét a politikai eseményekből és a szabadságharcból. A történészek számításai szerint 5000 megyei katona harcolt, mikor a három akkori vármegye teljes lakossága 140 ezer fő volt. Majdnem 20 éve őrzi tábla a Kralolánszky család emlékét Nyíregyházán. Heten az apa és 6 fia harcoltak a magyar szabadságért 1848-ban és 49-ben. Az apa, Kralovánszky András huszár, már idős fejjel 60 évesen állt be a seregbe, és magával vitte 6 fiát is. Kralovánszky András volt az, aki egyébként huszárőrmesterként, leszerett huszárőrmesterként Nyíregyházára érkezett, itt nősült meg és született meg a 6 fia, és a szabadságharcban 3 fia honvédként, másik 3 fia pedig nemzetőrként harcolt, mind a 6-an egyébként századosi rendfokozatig jutottak el, közülük egy nem éri meg a szabadságharc végét, Gusztáv, ő ha jól tudom, kolerajárvány következtében, illetve meghűlt, és 49. januárjában elhunyt, többiek viszont túlélték a szabadságharcot. Legendás a története ennek a szabolcsi honvédzászlónak is, amelyet a mai napig a József András Múzeumban őriznek. Erről mesélt az intézmény korábbi igazgatója, Bene János történész. Amikor 1849. október elején Komáromba a fegyvert leteszi a vészsereg, akkor Rakoszkék úgy döntenek, hogy a zászlót nem adják át, hanem levették a zászlóról, helyette húztak fel egy piros-fehér-zöld lobogót, vagy zászlót, és ezt pedig Rakoszky a testére csavarra hozta haza, és ekkor már ki volt tüntetve, mert Buda után, aztán pedig majd a komáromi kitörés után megkapták a másodosztályi vitézségérmet, mert rá volt tűzve a zászlóra. Ezt is szépen magára tekerte, hazahozta, és itt ősszel egy este együtt a volt 48-asok beszélgetvén Krasznai Péter, aki hadnagy volt abban az ászlóban, Kemecsei, Rakoszky, aki gáva, hogy vissza kéne vinni, hogy ez baktára. Na de hát akkor ugye 49-ben egy Kossuth bankóért már súlyos börtönök, hát még egy zászlóért. És akkor végülis Krasznaik azt a, ezt leírt a naplójában, ezt a cselt találták ki, hogy Krasznai elindult Kemecséről, Ópáiba, mert ott is volt birtoka, és akkor úgy igazított, hogy estére oda ilyen pont baktára. Jelentős szerepet játszott a harcokban Répási Mihály, akiről azt tartják, hogy ha nem halt volna meg a kolera járványban, akkor Aradon őt is kivégezték volna. Volt a tábornokunk is, Répási Mihály révén, aki kemecsei születésű volt, ő Württemberg huszár volt, és ott volt a Pálkozdi csatában, Móga János vezette seregnek a balszányát, ő irányította, és ott volt a Sveháti csatában is ugyanezen a balszányon, parancsnoki pozícióban. Répási már 48 végén megkapja a vezérőrnagyi rendfokozatát, tehát ez a tábornok lesz, és sok hadtörténész úgy véli, hogy ha nem hal meg a szabadságharc végén kolerájában, vagy ő lehetett volna a 14. aradi vértanú. Tehát egy nagyon fontos személy volt ő a szabadságharcban, nem volt olyan haditanács, ahol ne jelent volna meg, és Debrecennek is ő volt egyébként a katonai parancsnoka, illetve a Magyarországon felállított huszárezredek toborzásáért is, felállításáért is ő volt a felelős személy. Ezen a festményen a komáromi csata látható, amelynél szabolcsi katonák is harcoltak szép számban. Összességében a történészek úgy látják, hogy jelentősen kivette a részét a szabadságharcban a megye. Végeztünk egy összesítést, ugye 1848-49-ben Szabolcsból több mint 5000 férfi szolgált a szabadságharc különböző zászlóiban, és ha úgy számoljuk, hogy a megye népessége 124 ezer volt, akkor ez bizony igen magas arány,
És nem beszélünk még arról, amivel az elején beszélgettünk, hogy, hogy az volt még az a rengeteg gazdasági segítség. Tehát én úgy összegezném, hogy Szabolcs vármegye előn felülvették a részét, és sok-sok híres embert is adott ennek a korszaknak. A mai napon országszerte megemlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseiről. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepséget Kemecsén tartották, ahol a Kegyeleti Parkban helyezték el az emlékezés koszorúit. Nemzeti függetlenség és a polgári szabadság az a két eszme, amely köré szerveződött 48-49 forradalom és szabadságharca. Forradalomként indult a nemzetegyesítés jegyében a jobbágy felszabadításért, a polgári szabadságjogokért, ami aztán szabadságharccá vált. A párhuzam nagyon magáért beszél 1956-tal, hiszen ott is a szabadságért, a szovjet elnyomás ellen küzdöttek a fiatalok, aztán pedig szabadságharccá vált 1956 hősi küzdelme is. Úgy látszik, a magyarok évszázadonként egyszer felemelik az arcukat, felemelik a hangjukat a szabadságért, a nemzeti függetlenségért. A szomszédunkban valóban most egy nagyon szomorú háború dúl, egy olyan háború, amelyből nekünk ki kell maradni, meggyőződésem szerint. A béke az a legfontosabb, hiszen ami most a szomszédban, az valóban háború. Egy nagyon csúnya és megmagyarázhatatlan testvérháború. George Pataki küldetésének érzi, hogy segítsen az Ukrajnából a háború elől menekülőkön. New York állam volt kormányzója Berek Surányban a segítségponton tájékozódott, és elmondta, hogy felhívja az Egyesült Államok figyelmét arra, humanitárius katasztrófa fenyeget a térségben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Istenünk, itt állunk az ukrán határ mellett, és azért imádkozunk, hogy béke legyen ebben a térségben, az emberek megnyugodjanak, a fegyverek elhallgassanak, és a gyerekek kacagva iskolába menjenek. Ezt kérjük a segítségedet, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Történelmi képsorok. Böjte Csaba ferences szerzetes és George Pataki, New York állam egykori kormányzója, közösen imádkoznak a Beresurányi Segítségpont udvarán a háború sújtotta emberekért. A magyarországi Aranyos Apátiig visszavezethető családi gyökerekkel rendelkező George Pataki a minisztériumi delegáció tagjaival megtekintette a Beresurányi híd Kárpátaljáért segítségpontot, ahonnan tovább utazott Kárpátaljára. A kormány szóvivő kameránknak elmondta, George Pataki példaértékűnek találta a magyarok segítőkészségét. Most itt vagyunk Beregsurányban, az egyik segítségpontot is megnéztük. George Pataki volt New York-i kormányzó úrral, aki Magyarország nagy barátja, és sokszor segített már ki minket, amikor külföldről Magyarországot támadások érték. Most is azért van itt, hogy megnézze, hogy hogyan folyik ez a munka, és elmondta, hogy nagyon elégedett azzal, amit itt látott, ahogy tényleg mindenki összefogott Magyarországon, a kormányzati szervektől, a segélyszervezeteken át, és egészen az önkéntesekig, a helyi önkormányzatig, a kormányhivatalokig mindenki teszi a dolgát. És azt mondta, hogy azért is jött ide, hogy azt is megnézze, hogy azon túl, hogy itt hogy mennek a dolgok, mi az, amit még ők tudnak Amerikából segíteni. És ezt a felajánlást most itt meg is fogalmazta, hogy fel fogja hívni Amerika figyelmét is arra a munkára, amit itt Magyarország végez, és arra, hogy további segítséget, lehetőséget még adjanak itt Magyarországon. Ezt külön említette, hogy a gyógyszerek tekintetében, amiről itt elhangzott, hogy abból mindig jöhet még plusz, mindenképpen igyekszik segíteni, és azt fognak küldeni Magyarországra, de előtte voltunk Aranyos Apátiban, abban a nagy raktárban, ami nem még azért nyílt meg pont, hogy a felajánlások ott lehessenek a legjobban eltárolva, szortírozva. Oda is ellátogattunk a mai nap folyamán, ott is informálódott arról, hogy tartós élelmiszerre, matracra, erre arra szükség van. Ezekre mind mondta, hogy igyekszik biztosítani őket ő is. A Híd Kárpátaljáért segélyszervezet folyamatosan várja az adományokat a 1357-es adományvonalon. Akik pedig szállást vagy más természetbeni segítséget szeretnének felajánlani, azok számára a segélyszervezetek és szeretett szolgálatok adnak útmutatást.
Az időjárás ugyan néha még a telet idézi, hamarosan tartósan is 15 fok körüli hőmérsékletek lesznek, amely bárki számára alkalmas kerékpározásra. A biztonságos közlekedéshez fontos időben megfelelően előkészíteni a kétkerekűt. A híradónk által megkérdezett üzletben már most egy hetes várakozási idővel kell számolni. A télen nem használt kerékpárt érdemes az első út előtt alaposan átvizsgálni, hiszen a több hónapos pihenés alatt nem csak az emberi szervezet ereszt le, hanem a technika is képes megadni magát. A megnyúlt kerékpárlánc például koptatja a fogaskerekeket, és akadályozza a bicaj megfelelő váltását. De nem csak a hajtást kell ellenőrizni ilyenkor. A váltó követően a fékeket is beállítom. Itt például egy tárcsafékről van szó. Itt oda kell figyelni, hogy például a féktárs az ne súroljon be, hangtalanul működjön, de ha kell a kellő fékhatás, mikor kérjük, akkor fejtse ki. Ezek mind a kettő fék esetében beállítom. Utána a csavarokat, amikkel össze van rakva egy kerékpár, azokat ugye átnézem, meghúzom. És természetesen elengedhetetlen a rendszeres guminyomás ellenőrzés. A kereket használati tereptől függően kell felfújtatni. Van, aki tényleg időben előre gondolkozik, december, január környékén már hozza is a kerékpárját, úgymond előre látva ezeket a dolgokat. Van, aki meg az utolsó utáni pillanatban kapja elő, hogy szeretne menni akár most innen Tokajba, és akkor most pénteken délután behozza, hogy ő hétvégén szeretne menni, és akkor sajnos egy ilyen 2-3 hetes várakozási idővel állunk elé, hogy ilyen hamar tudjuk teljesíteni a kerékpárnak a javítását. Ebben a szervizben egy teljes átnézés körülbelül 2 órát vesz igénybe, és 15 ezer forintba kerül. Volt már azonban olyan világversenyeken is induló extrém bringa, amelynek az átvizsgálása, javítása több mint 500 000 forintba került. Érdemes külön figyelmet fordítani az egyre kedveltebb elektromos rásegítésű kerékpárokra is. Ezek ugyanis a hagyományos bringákkal ellentétben nem csak fizikai beállításokat igényelnek. Vannak különböző rendszerfrissítések, ugyanúgy, mint egy mobilra, mindegy milyen rendszerrel fut, és akkor ezeket is lehet frissíteni, külön a motort, külön az akkumulátort, van külön kis kijelzője, van kis kezelőegysége, ezeket mind-mind lehet úgymond a számítógépen frissíteni a hozzá megfelelő programmal. És hogyha ez megtörtént, úgymond az elektronikai része, ez így mind-mind rendben van. Minden kerékpárnál egyformán fontos azonban a tisztán tartás. Sok esetben úgymond a szennyeződés az úgy hat a kerékpárra, hogy felgyorsítja úgymond például a csapágyak, a láncnak a kopását, a fékrendszernek a kopását, minden alkatrésznek a kopását, a sok-sok szennyeződés az időarányosan elkezdi egyre gyorsabban és gyorsabban koptatni. A szervizelési munkák után pedig a legfontosabb, hogy a bringát a gazdájához igazítsuk. Megfelelő ülés és kormány beállítással elkerülhetőek a térd, nyak és hátfájások. Közel 11 milliárd forinttal gazdálkodhatnak a magyar civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alap jóvoltából, ez több mint háromszorosa a 10 évvel korábbi támogatási összegnek. A NEA mellett a falusi civil alap, a városi civil alap, valamint az SZJA 1%-a is jelentős segítséget ad az alapítványoknak és egyesületeknek. Előbbi lehívását tekintve a kisvárdai körzet az ország harmadik legsikeresebb térsége. Magyarországon összesen közel 60 ezer hivatalosan bejegyzett civil szervezet van, ennek jelentős hányada Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik. Hogy ezek az egyesületek, alapítványok élettel teliek legyenek, értékes rendezvényeket és programokat tudjanak megvalósítani, nem csak társadalmi támogatásra, anyagi forrásokra is szükségük van. Talán a legismertebb ilyen forrás a Nemzeti Együttműködési Alapnak a forrása, amely, hogyha 2012-14-es időszakhoz viszonyítunk, azt látjuk, hogy jelentősen megnőtt, több mint a háromszorosára nőtt, 3,4 milliárd forintról közel 11 milliárd forintra nőtt az az alap, amivel hát gazdálkodni lehet, de ezen kívül az elmúlt 2 évben olyan új elemek is érkeztek, mint a falusi civil alapnak a lehetőségei, illetőleg a városi civil alap, de ne felejtsük el a személyi jövedelemadó 1%-ának a felajánlhatóságát, ami egyébként egy hungarikum, tehát Magyarországon vezették be először, és Magyarországon bevezetés óta egy nagyon szép karriert tudott elérni. Országszerte több mint 28 ezer civil szervezet jogosult ilyen támogatásra. Hogy az összes lehetőség elérhető legyen számukra, minden megyében civil központok működnek, amelyek segítenek eligazodni a pályázatok között.
Az elmúlt években a kisvárdai térség szervezetei kifejezetten aktívnak és sikeresnek bizonyultak. Sokféle mutatót lehet nézni, ha csak és kizárólag a falusi civil alapot nézzük, akkor országos harmadik helyezetén, és úgy gondolom, hogy az egy nagyon szép eredmény, és azt mutatja, hogy aktívak a civil szervezetek, de nem csak aktívak, hanem a forrás lehívás tekintetében eredményesek is, ami valóban fontos ahhoz, hogy szép és jó célok valósulhassanak meg. A legtöbb civil szervezet a kultúra, a sport, az oktatás és a hátrányos helyzetűek megsegítése területén működik. Ráadásul egyre nagyobb figyelmet kap a 18 és 30 év közöttiek támogatása is. Közel 10 éve hirdet minden évben alkotói pályázatot az Országos Tűzmegelőzési Bizottság, amelyre az óvodásoktól egészen a középiskolás korosztályig várják a pályaműveket. A gyerekek saját maguk dönthetik el, hogy verset, rajzot vagy épp filmet neveznek a versenyre. A téma azonban kötött, ez pedig a tűzmegelőzés. A katasztrófa védelem idén április 30-áig várja a pályaműveket. Gyufa helyett labdázi jókat. Kíméld meg a tűzoltókat. Olvasható ezen a rajzon, amelyet nemrégiben küldtek be az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatára. Az immár 9. alkalommal meghirdetett verseny célja, hogy a tűzoltók ne csak akkor találkozzanak a lakossággal, amikor már ég a ház, hanem békeidőben is. Megkérdezzük a gyerekeket, hogy nekik, hogyha a tűzoltói életről, a tűzről kapnak egy kérdést, akkor mi jut eszükbe? És ezen gondolatokat, ha papírra tudják vetni, akár egy rajz, akár egy egyéb alkotás, akár egy vers formájában, akkor ezeket mi nagyon szívesen fogadjuk. Nekünk ez nagy örömet jelent. A pandémiás időszakot megelőzően több száz pályamű érkezett be a témával kapcsolatban, és jelenleg is 4 kategóriában várják a pályaműveket. Lehet szabad kézi rajz, bármilyen képzőművészeti alkotás, vers, mese, digitális alkotás, vagy épp film. Ez egy felmenő szintű egyébként pályázat, tehát mi is bírálunk el. Az első 3 helyezettet kategóriánként díjazzuk, a legjobbakat fölterjesztjük Budapestre, a központba, és ott is az országos verseny megmérettek az alkotásaink, és nagyon szép eredményeket értünk az elmúlt években. Volt több első helyezésünk itt középiskolai, általános iskolai kategóriában. Szabad kézi rajz és vers kategóriában egyaránt. Április 30-ig postai és elektronikus úton, valamint személyesen is el lehet juttatni a nevezett pályaműveket az óvodás, a 6-10, 11-14, illetve 15-18 éves korcsoportokban. A legtöbb pályaművet nevező iskola elnyeri a legkreatívabb óvoda és iskola címet, ami azzal jár, hogy a tűzoltók egy látványos bemutatóval jutalmazzák az intézményt. A bennmaradás szempontjából fontos mérkőzés játszott szombaton a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az NB1 A csoport 24. fordulójában a Szegedet fogadták. A Nyíregyháza szerezte az első kosarat, a második perc végén azonban már a Szeged vezetett. Az első negyedet 3 ponttal nyerték a vendégek, és a második 10 percben újabb 2 pontot tettek hozzá előnyükhöz a tiszapartiak. Fordulás után folytatódott az üldözőverseny, a cápák a 27. percben érték utol ellenfelüket. A Szeged azonban visszavette a vezetést, a záró negyedben felváltva estek a kosarak. A végjáték a hazaiaknak sikerült jobban, így Pető Ákos együttesen megszerezte 9. bajnoki győzelmét. Szeged nagyon jó kezdett, és mondhatnánk, hogy extra dobásokat dobott be, de ők egy ilyen jó dobókészségű csapat, tehát ez igazából nem is volt, úgy gondolom, hogy tőlük extra. Érződött rajtunk azért a válogatott szünet alatti kihagyás, tehát lassan kezdtük a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nagyon jó ennyi teljesítményekre, ott Ritis az elején nagyon megtolta a csapatot, úgy gondolom. És ki kell emelnem Mokánszki Mátét és Alonso Coleman-t, hiszen Mokánszki Máté az első fél időben, Zókoman pedig a második fél időben adott egy olyan stabilitást a csapatnak védekezésben, és olyan momentumok voltak, amivel meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Gratulálok a Szegednek, mert nagyon tényleg egy labdás mérkőzés volt, tehát bármelyik irányba eldőlhetett volna, és szeretném megköszönni a közönségünknek a szurkolást. A vendégek edzője érthetően bosszus volt az elrontott végjáték miatt. Az első fél időben se voltunk igazán jó ritmusba, de ott a védekezésünk jól működött, jobban,
és ennek köszönhetően párpontos előny volt a fél időben. Kicsit hasonló mérkőzés volt szerintem, mint a szegedi, ahol a Nyíregyháza alakíthatott volna ki nagyobb előnyt a Szegeden. Itt pedig én úgy gondolom, hogy mi alakíthattunk volna ki egy kicsit nagyobb előnyt, de lényegtelen ez a része. A második fél időben elvesztettük támadásba a ritmust, sajnos azt gondolom, hogy följavult a Nyíregyháza támadójátéka is, ez okozta a vereségünket. Sajnálom, hogy kikaptunk, szerintem jó mérkőzés volt, összességében egy labdás meccs volt, de hát ez most így alakult. A forduló további eredményei a következők: Kaposvár Szolnok 75-80, Zalaegerszeg Albafehérvár 73-83, Szombathely Kecskemét 97-76, Körmend Sopron 84-77, Pécs Oroszlány 61-71 és Debrecen Atomerőműesek 90-82. A tabella élén a Szombathely áll 21 győzelemmel, a Nyíregyháza 9 győzelemmel és 15 vereséggel a 11. helyen várja szombati Paksi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Március 15-ére emlékezünk, 174 évvel ezelőtt, 1848-ban ezen a napon tört ki a forradalom Pesten. A magyar történelem egyik legjelentősebb eseményének számos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hőse volt. A történészek számításai szerint 5000 megyei katona harcolt, mikor a három akkori vármegye teljes lakossága 140 000 fő volt. A megyei központi ünnepséget Kemecsén tartották, ahol a Kegyeleti Parkban helyezték el az emlékezés koszorúit. George Pataki küldetésének érzi, hogy segítsen az Ukrajnából a háború elől menekülőkön. New York állam volt kormányzója Beregsurányban a segítségponton tájékozódott, és elmondta, hogy felhívja az Egyesült Államok figyelmét arra, humanitárius katasztrófa fenyeget a térségben. Az időjárás ugyan néha még a telet idézi, hamarosan tartósan is 15 fok körüli hőmérsékletek lesznek, amely bárki számára alkalmas kerékpározásra. A biztonságos közlekedéshez fontos időben megfelelően előkészíteni a kétkerekűt. Érdemes külön figyelmet fordítani az egyre kedveltebb elektromos rásegítésű kerékpárokra is. Ezek ugyanis a hagyományos bringákkal ellentétben nem csak fizikai beállításokat igényelnek. Március 15-én kedden a Kölcsei televízió híradóját látták, szerda este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán nagy részt felhős idő valószínű, majd a nap második felében csökken a felhőzet. A keleti országrészben előfordulhat gyenge eső, zápor. Az észak-keletire északra forduló szelet többfelé élénk, néhol erős rökések kísérhetik. Napközben 7 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.